Benkő Dániel, lant- és gitárművész nagyértékű hagyatékát ajánlotta fel a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának, a művész lánya Nagy Benkő Dalma. Ebben az adományban lemezek vannak, nagyon sok fontos kotta, kotta gyűjtemény, antológia és szakkönyvek. Olyan könyvek és kották vannak benne, amelyek még Európában is ritkák, nemhogy Magyarországon, és hát nagyon fontos alapművek vannak jelen, amit Benkő Dánielnek köszönhetünk, aki a 90-es évekig szenvedéllyel gyűjtötte ezeket az anyagokat, és hála Istennek, hogy a hagyaték őrzői, a kedves lánya ide adta nekünk letétbe, úgyhogy azt gondolom, hogy jobb hely nem is lehetne az országban. Én úgy voltam vele, hogy amire szükségük van, az jöhet, mert azt hiszem, ennek így van a legtöbb értelme, hogy jönnek emberek, akiket érdekel, nézik, forgatják. Hát édesapám nyilván ebbe örömét lelte otthon, hogy ott volt a négy fal között. Ő nem feltétlen forgatgatta, de hát gyűjtő volt. És én nem vagyok az. Nem tudom felbecsülni se azt, hogy micsoda érték van valójában otthon, és így hála Istennek ez itt létrejöhetett, és akit érdekel, megnézhet, és tulajdonképpen most helyükön vannak, azt érzem. Egy hatalmas lehetőség arra, hogy elindítsuk a lantanári szakunkat, hiszen sok feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy egy szak elindulhasson. Egy olyan Magyarországon még teljesen ismeretlen szak, mint a lant tanári szak, és ehhez az infrastruktúra, a kotta állomány, a könyvállomány nélkülözhetetlen feltétel. Elindult ez a szak, szeptembertől van már két elsős hallgatónk, és nekik nagy szükségük van ezekre a kottákra. Hosszú történet az, mire idáig jutottunk. Egy 60-70 éves elmaradásban vagyunk Nyugat-Európához képest, és körülbelül 30 éves munka és készülődés volt az, mire ez létrejöhetett. Elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy minél több zeneiskolában szakképzett zenetanárok, lant tanárok dolgozhassanak, hogy közülük, vagy ő tőlük jöjjenek majd olyan diákok, akikkel később majd akreditálni lehet a lant művészi szakot, és akkor talán középfokon is, és majd felsőfokon is elindulhat majd több helyen a lant művészi szak Magyarországon.